nálam is úgy működik, ugye, ahogy mondtad, hogy mi lenne, ha ma nem mennék, meg ma nincs kedvem, meg majd holnap megcsinálom. Igazából ott kell a kitartás, hogy rohadjak meg, akkor is lemegyek. Ebben hiszek. Egy a kemény munkában hiszek, és a köredzésben. Tehát hosszantartó, ismétlődő erőbevetések. Sokat, sokat, sokat. Magasan a pulzus 130 és 170-nél 180 között. Ennek meg lesz az eredménye. Csináljuk már a szokásosat, hogy így a Jedi erődre szükségem lenne. Jó, hogy jövök, így... mögé. Én azért bírlak. Mert ez meg tudod csinálni. Még egy utolsó. Vagy ha nem tudod, akkor fura vagy. Kipihented magad, akkor elkezdhetnéd végre. Neked mi a saját belső módszered arra, amikor azt mondod, hogy most nem bírom, te azon hogy mikor? Visszagondolok arra, ami a legelején történt, a célkitűzés. Hogyha az elég stabil, abba tudsz kapaszkodni. Én, mikor elindulok, akkor mindig kitűzöm, hogy most ez a 10 vagy a 12 hét, és minél jobban belemegyek, annál inkább nem akarom veszni azt az időt, amit már benne töltöttem, és akkor már csak azért is kibírom azt, amit kitűztem. Mikor elkezdtünk ugye az első versenyre készülni, akkor ugyanez volt, hogy én is azért csináltam, vagy azért kezdtem el, mert nekem kell cél. Mert szerintem tényleg ez az emberek vagyunk, ha nem tűzöl ki magad elé célt, hogy és igazából tök mindegy, hogy ez micsoda az, hogy te meg tudjál csinálni 10 húzóckodást, vagy az, hogy elmész egy versenyre, vagy ezt hogy benevezel egy akármire, de hogy azért muszáj egy cél, pont amit mondta, hogy legyen mibe kapaszkodni. Így van. Volt már szava vállatok? Jobb vállam tavaly nyár. Ez a fog ez menni. Úgyhogy tudtam, hogy nehéz. Ez az egózás. Hogy azért kell tudnod, hogy oké, okay, hogy kilépsz a komfortzónádból, de mi az, amikor annyira túlléped, hogy már nem bírod el. Viszont ebből is ugye tanultam, hogy jó, akkor visszajönni, összeszedni magam, új célt kitűzni, ez az ő visszalóra, amiről leestél. Még egy ilyen mélyet. Még egyet! Még egy! Az igen! Jó! Na akkor most már tegyünk is rá valami súlyt. Hát nálam úgy volt, hogy ugye húsi kisgyerek, 10 év úszás, 11-3 éves koromtól, aztán jött a gimiben az összes ilyen labdajáték, meg gimibe kezdtem táncolni, aztán színmű, és akkor 18 évesen találtam ki, kicsi vagyok, és hát így azóta nagyjából. Heti 6 edzés volt. 2-t csinálok veled, 2-t a köredzéseket, amiket együtt tanultam régen. Tőled, igen, és akkor még 2 futás. Ez optimális, egy nap pihenő. Most azt játszok, hogy én vagyok te. Gyerünk már, csak 274 ismétlés. Fog az menni. Lábújkörmönként? Nagyon egyszerű szabályok alapján működik az egész, és nincsen benne semmi olyan, hogy akkor most fú, tényleg varázsszer vagy csodaszer. Nincs varázsszer, nincs csodarecept, nincs semmi, hanem ez egyszerűen levész, hogy csinálod.